A végzős általános iskolások számára az egyik legnagyobb dilema, a hogyan tovább. Milyen iskolát, milyen szakmát választanak a továbblépés érdekében. Sokan nincsenek tisztában a lehetőségekkel, és ha még áll is kellő információ a rendelkezésükre, a döntés így sem egyszerű. Ebben a helyzetben nyújt segítő kezet a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskola azzal, hogy egy helyre hívja a szakképző intézményeket és gimnáziumokat. Nagyon örülünk, hogy Tolna és Baranya megyéből is gimnáziumok, szakgimnáziumok vállalták azt, hogy kiállítanak. Segítséget szeretnénk nyújtani mind a bonyhádi, mind a városkörnyéki továbbtanuló diákjainak, hogy életközelben megismerkedjenek az oktatási formákkal, kérdéseikre választ kapjanak. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy már körülbelül 10-12 éve él ez a program iskolánkban, és hogy megint nagyon sok látogatója van. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan már egy-két variációval jönnek, és a döntési helyzetüket segítik ezek az a kérdésekre kapott válaszok, kiállítások, hiszen az intézmények nem csak képeket hoznak, szórólapokat, vezetők vannak itt szinte minden intézményből, akik a szülők, gyerekek kérdéseire választ adnak. Ezzel a döntésüket segítik. Olyan gyerekkel is találkozunk, aki hetedikes, és eljön egyáltalán körülnézni, hogy milyen lehetőségei vannak. Én annak örülök személy szerint, amikor a szülő és a gyerek együtt jönnek, hiszen azt gondolom, hogy bár a szülők kevésbé szeretnék befolyásolni a gyereküket, de mégis a realitások, a lényeglátás, az iskolák közötti különbségben, a döntési helyzetekben olyan információkat tudnak adni a gyereküknek, vagy úgy tudják befolyásolni esetleg őket, hogy egy rájuk szabott, egy jó iskolaválasztás legyen a folyamat végén. Az persze kérdés, hogy egy ilyen kiállításnak a felnőttek minden jó indulatát és segítőkészségét nem megkérdőjelezve, mennyi haszna van a gyerekek szemszögéből nézve. Sokat segít, mivel még nem tudom, hogy hova menjek, és itt tudom, hogy itt el tudom dönteni, mert itt van sok iskola. Azt tapasztaltam, hogy itt mindenki nagyon segítőkész az iskolákban, és tényleg nagyon szeretnék, hogy oda menjünk, meg így jónak tűnnek az iskolák is. Itt vagyok most 5 éve Magyarországon, és az Arany Gimibe nagyon jól fognak segíteni nyelvben, és az általános iskolában is nagyon jól segítették engem magyar tanítani. És azért szeretném itt maradni, mert jó az iskola. Lehet kapni plusz információt, amit így nem tudtam általánosan. Megkerestem, hogy milyen szakom van, hogy milyenek lehetnek még az iskolák, és így kaptam itt választ. A pedagógusok úgy tapasztalják, hogy a gyerekek elsősorban a korosztályuk információit fogadják szívesen. Na, ezt most már nagyon sok intézmény ki is használja, hiszen hozzák a volt tanítványainkat, és a standoknál ismerős arcokkal találkoznak a gyerekek, nem csak felnőttekkel, hanem a saját korosztályukkal is. Ez szerintem nagyon-nagyon jó. A gyerek szempontjából ők hitelesebbek, tehát ő azt mondja, hogy én iskolában nagyon jól érzem magam, hogy ilyen nyelvet tanulok, és hogy milyen ott az oktatás, hogy nem csalódtam, azt kaptam, amire számítottam. A gyerek nyelven ők egymás között leboltolják ezeket a dolgokat. Az idei pályaorientációs napon 15 középiskola mutatkozott be, hozta el információit a képzési formákról, a felvételi rendszerekről vagy az esetleges nyílt napokról, ahol majd további kérdéseket lehet feltenni.